ennél tökéletesebben, ennél tisztábban megfogalmazni az egész életünknek a parancsait, a törvényszerűségét nem lehetséges. A színház ott kezdődik, hogy fölmegy a függöny. Számomra ott kezdődik a színész, ahol fölmegy a függöny. De hát mostan már nem úgy van. Számomra sajnos csak ott van a színház. Fölment a függöny. És onnantól én vagyok hatalmon. Azt hiszed el, amit én akarok. Úgy hiszed el, ahogy én akarom. Olyan leszel, amilyennek én akarok látni. A szépnek akarok, akkor gyönyörű leszel, mint az Isten. Ezért gyönyörűséges volt élni. Szerettük, amit csináltunk, hittünk benne, szerettük. Nem volt mocskos, nem volt erőszakos, nem volt személy, senki, hanem próbáltuk egymásra hatni, próbáltuk egymást emberszámba venni. A szerelem volt, a hit volt, a hazaszeretet volt. Tehát azok a tiszta erők működtek bennünk, tette a film bennünk azokat a tiszta erőket, amit ma már nem lehet filmeken látni. Most már csak egy-két pofon, meg a többi, amit jönnek hozzá. Karintinek van egy csodálatos mondása, aki már akkor elmondta, még az öreg Karinti. Ha figyelj, bács, hogy az emberiségre három nagy veszély leselkedik. A politika, a mozi és a foci. Ez most mind megvan. Mind megvan, kedvesem. Nem tud kivenni magad alóla, egyik alól sem. Befolyás az életed, másokat meg bámulod, mint a hülye. Érted? Nézed. Mozi. És a mozi. És én még a képernyőt nem is ismerte. Ez a képernyő, ahol az emberméltóság meggyalázására annyi mindent kitalál az emberi szellem, hogy még ez az életben nem látta. Egy tiszta embert nem látsz hetekig a képernyőn. Az a kérdés, hogy az a szellemi vezetés, a fejétől büdösödik a hal, az a szellemi vezetés mit akar elérni? És ahhoz kiválasszák azt, akivel azt el lehet érni. Nem kell, hát a 70%-a a filmen látható, ezek nem színészek, ezeket nem a függöny választottak, hanem a kamera. Akivel rátéved a kamera, az az Isten nem menti meg az örökké valóságtól. Ha egy kamera megáll rajta, az biztos, hogy halhatatlan lesz. Bemegy a halhatatlanságban. Ez ilyen borzasztó erő ez a dolog. Azért kell ezt jól használni, de mondom neked, hogy az a szellemi vezetés, amely ezt csinálja, nem tudom, hogy mi mozgatja őket, azt hiszem, hogy ő az üzlet fontosabb egy kicsikét. Fontosabb az üzlet, mint a maga erkölcsi alapja ennek a dolognak. Csak hogy a dolog menjen, minél nagyobb zajjal, minél jobban oda lehessen, oda kell rá figyelni. Nem tudom, úgyhogy ebbe a tárgyba engem nem lehet kérdezni, mert én legszívesebben baltával mennék neki a izének. Nem lehet embert, nem lehet társadalmat nevelni így. Csak az a legfontosabb, hogy mind itthon, hogy itthon egymásnak tudjunk segíteni élni. Élni tudjunk segíteni egymásnak. Egy társadalmat szépen úgy építeni, vagy úgy megúszni mindenféle társadalmi változást, hogy élve kerüljünk ki örömmel, ne gyűlölettel kerüljünk ki belőle, hanem élve kerüljünk ki belőle. Ha ezt a dolgot megfogalmaz egy egész élete munkájával, akkor olyan szobrot csinált, olyan erkölcsi, szellemi szobrot épített, amiért érdemes neki színésznek lenni. Az életet teljesen élni kell, teljesen, minden boldogságával és minden kudarcával együtt élni kell, mert a színház is pontosan erről szól. Nincsen más mondani való a színháznak, hogy mi az emberek egymáshoz való viszonya, meddig, kivel, hogy, meddig, mit lehet teremteni. Többet szerettem volna. Most szeretném újra kezdeni az életemet, hogy meg tudjam nekik mutatni, hogy gyerekek, nem szabad arra menni, amire most elindultatok. Nem szabad arra menni. Van itt ül a közönség, annak a hétköznapját, az életét, a múltját, a jelenét, a törekvését kell tudomásul venni. És ezért kell színésszé lenni. A színháznak ez a dolga.
embereket képezünk, embereket teremtsünk, erkölcsöt teremtsünk, ember szellemet teremtsünk, az egymáshoz való viszont újra teremtsük. A színház, ha a perifériára züllik, akkor megalázó arra is, aki nézi, arra is, aki csinálja. Tetszik tudni? Ez a borzasztó. Nem azt mondom, hogy mostan arra indul, vagy ott van esetleg, de azért jó lenne, ha visszatér.